a módosító javaslatot az asztalra, örök meg megint elsöpörték. Ugyanúgy, ahogy nem veszik napirendre a pártfinanszírozási törvényről szóló javaslatunkat, nekem nagyon az világlik ki, hogy önök érdekeltek a jelenlegi rendszer fenntartásában, ami átláthatatlan, ami a mutyinak a melegágya és a visszaélések tűzfészke. Ezt föl kell számolni, az LMP többek között azért jött be a parlamentbe, hogy ne lehessen a pártoknak visszaélnie azzal a lehetőségével, hogy nem mindent, nem mindig, és nem úgy kell beszámolniuk, mint ahogy azt az állampolgárok elvárják. Az MNV ZRT tevékenységének ellenőrzése során, valamint a 4-es metró beruházási folyamatának vizsgálata során súlyos elégtelenségeket tárt fel a jelentést. A fentiek ellenére sem személyes felelősségre vonásra, sem büntetőjogi feljelentés tételre nem került sor. Miért? Az MNV ZRT esetében az ÁSZ felelősségre vonás szükségességét felvetette, azonban a javaslat nem hasznosult. Ki utasította el, illetve hagyta figyelmen kívül a javaslatot, és milyen indokkal, ha egyáltalán megindokolta. Az állami közfeladat ellátás, szervezeti és humán erőforrás rendszerének ellenőrzése, az állami feladatok, közfeladatok jelentős részét átfogó három nagy elosztó rendszerre, így a közoktatás, egészségügy, szociális és gyermekjóléti ellátás, továbbá az igazgatási szolgáltatásokra terjed ki. A jelentés megállapítja, hogy a közfeladatok ellátásának támogatási rendszerét a vizsgált időszakban nem sikerült racionalizálni. A finanszírozás továbbra sem ösztönöz a kezelni, támogatni kívánt feladatok komplex megközelítésére. Tehát folyik ki a pénz a kezünk közül. A normatívák vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező ellátásokhoz járulnak csak hozzá. A fiskális kényszerek által irányított szervezeti és létszámváltozások ellentmondásos hatásait tapasztalták az egészségügyben, ahol nagyobb mértékű szervezeti változások történtek. A jelentés szerint jellemző volt, hogy a döntéshozók, kormány, miniszterelnök, önkormányzatok, még azokban az esetekben sem értékelték az egyes intézkedések, például szervezeti változások, illetve létszámcsökkentések hozzájárulását a költségvetési kiadások mérséklődéséhez, az ellátások színvonalára gyakorolt hatását, eredményességét, amikor erre mód nyílt volna. Tehát kérem szépen, mindenféle átgondolás nélkül, mindenféle háttérszámítás nélkül megy előre a Fidesz, mint a vak ló, fogalmunk sincsen nekünk, hogy milyen gazdasági hatásai és hosszú távú társadalmi hatásai vannak az egyes intézkedéseknek, csak az azonnali zsákmányszerző logika vezeti a Fidesznek a gazdaságpolitikáját. És sajnos ezentúl a társadalom politikáját is. Ennek véget kell vetni, pontos háttérszámítások szükségesek ahhoz, hogyha hosszú távú olyan döntéseket hozunk, amelynek hosszú távú következményei vannak, akkor számoljunk azzal előre. Ez hiányos. Ez a magyar gazdálkodás és gazdaságpolitika egész rákfenéje, hogy úgy megyünk neki hatalmas szerkezeti reformoknak, hogy nem számolunk utána. Ezen változtatni kell. Súlyos és megfontolandó kritikát fogalmaz meg a jelentés a felnőtt képzési források növekedése vonatkozásában. A források növekedése mindegy 2,1%-kal nem követte az álláskeresők létszámának emelkedését. Ez 42,8%. Az állami pénzeszközök felhasználása nem csökkentette a régió közti fejlettségi különbségeket. A korszerűsített önkormányzati képzőhelyek kapacitásának csak töredékét használták felnőtt képzésre. A támogatott képzések szerkezete csak részben felelt meg a gazdaság elvárásainak. Kérem szépen, hova képezzük az embereket? Egyáltalán miért olyan szakmákat erőltetünk, amire nincsen igény? Akkor hangoljuk már össze. Itt az ÁSZ jelentés nyilvánosan leírja, hogy hatalmas problémák vannak ezen a területen, és hogyha valóban a munkanélküliség a legfőbb ellensége a kormánynak, én is úgy hiszem, hogy ez az egyik legeslegnagyobb probléma ma Magyarországon, akkor legalább gondolkozzunk. Lássuk meg, hogy hol vannak azok a területek, ahol hiány szakmák, ahol képzésekre van szükség. És hol lehet racionálisan elkölteni ezt a pénzt, nem csak jelenléti éveket aláíratni. Ez egy kulcsmomentuma itt az ÁSZ jelentésnek. Az energiafelhasználás racionalizálása, csökkentése terén megtett állami és önkormányzati intézkedések elégtelennek bizonyultak az energiapolitikai célkitűzések megvalósításához, és ezzel az EU által megfogalmazott követelmények teljesítéséhez nem vezettek el egyértelműen. Nem készült el az országgyűlés által előírt keretjellegű szabályozás, nem volt egyértelműen meghatározott
az energetikai feladatok végrehajtásában közreműködő szervezetek feladat és hatásköre. 2010-ig terjedő energiatakarékosság és energiahatékonyság növelési stratégia és a megvalósítás szolgáló cselekvési program a hozzárendelt eszközökkel és forrásokkal nem volt megvalósítható. A kialakított pályázati rendszerben párhuzamosságok és lefedetlen területek is voltak. Az átjelentés rávilágít, hogy ebben a kérdésben nem történt semmiféle hatékonyságnövelés. Az energiát továbbra is pazaroljuk, szökik a hő mindenütt, ezzel az energiafüggőségünk is továbbra is nő. Egyszerűen pénzt dobunk ki az ablakon, miközben volnának olyan beruházások, amely nem csak munkahelyet teremtenek, például iskolafelújítási program az építőiparban, ami eléggé pang mostanában, hanem a rezsin is lehetne spórolni, és nem csak a háztartások rezsijén, hogy alacsonyabb összeg legyen a sárga csekken, hanem igenis a közintézmények rezsijén is lehetne spórolni, és hosszú távon Magyarország is a klímaváltozás elleni küzdelemben előre tudna lépni. De sajnos ez idáig nem történt semmi, az ÁSZ jelentés világosan rávilágít. Az ÁSZ javaslatoknak csupán 73%-a jutott el a megvalósítás különféle szakaszába. Kérdésünk, hogy a fennmaradó 27%-ot kik és miért utasították el, miért nem történt reakció a javaslatra? Tervezik-e, hogy ezeken a területeken ismét és célzott vizsgálatot végeznek? Hányszor éltek a közbeszerzési törvény adta lehetőségükkel, és kezdeményeztek jogorvoslatot a közbeszerzési eljárás megkerülésével vagy nélkülözésével megkötött szerződések esetében az ÁSZ-ban? Nagyon fontos, ez egy lehetősége az ÁSZ-nak, hogyha közbeszerzési mutyira világít rá, akkor igenis, hogy lépni kell. A kérdés az, hogy ez hányszor történt meg. Annak ellenére, hogy tavalyi jelentésükben kiemelték, hogy elkülönítenek forrásokat a saját gazdálkodásukon belül, hogy tanulmányokat készítsenek az antikorrupciós témákban, illetve számvevőket képezzenek ki ebben a tárgyban, a jelentés nem ad számot ilyen tanulmány létrejöttéről, vagy ilyen irányú továbbképzés, nemzetközi kapcsolatfelvétel, legjobb gyakorlatok kidolgozása, átvétele tárgyában. Tényleg nem szeretnék átsúszni az ÁSZ-törvény vitájába, csak jelezném, hogy az LMP adott be egy ilyen célú javaslatot, hogy az ÁSZ legyen a korrupció elleni politika fő központja. Viszont nem látjuk azt, hogy az ÁSZ ezt a feladatát, ami most még törvényileg nincs ott neki, de szeretnénk, hogy ott legyen, ezt ellássa. Hiszen a korrupció a magyar ország egyik legnagyobb rákfenéje, és ezt ki kellene tisztítani, és az ÁSZ egy jó eszköz lehetne arra, hogyha már ennyi pénzt elköltünk az ÁSZ-ra közpénzekből, akkor az ÁSZ segítsen felszámolni a korrupciót. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani, még a vitában biztos hozzá fogok szólni, és köszönöm a szót. Köszönjük szépen, tisztelt képviselő, a vezérszónoki felszólások végére érkeztünk. Most az előre bejelentkezett felszólók listájára térünk rá, de rögtön vannak kétpercesek, és elsőként megadom a szót Göndör István képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr! Én Babák képviselő vezérszónoklatához szeretnék szólni, és én csak annyit azt mondom, hogy a képviselő úr nagyon súlyos amnéziába szenved, azt csak azért nem mondom, hogy pofátlan, mert a pofátlan végkielégítéssel ezt a szót már elfoglalta a Fidesz. Tisztelt képviselő úr, ön azt mondja, hogy 8 éven keresztül alelnök nélkül, aztán 2010 vagy 2009 decembertől elnök nélkül. Tisztelt képviselő úr, tegye már a szívére a kezét. És őszintén ismerjék be, mennyiben felelős a Fidesz, az Orbán Viktor vezette ellenzék azért, hogy ez a helyzet kialakult. Szóval ezt itt a házfalai közt azt állítani, hogy ez törvényi hiba, ha mi akkor, vagy mondjuk azt, hogy az alapító atyák tudták volna, hogy egyszer lesz a Magyar Országgyűlésnek egy olyan ellenzéke, akinek az a stratégiája, hogy minél rosszabb az országnak, minél rosszabb az embereknek, annál jobb lesz a Fidesznek, akkor biztos, hogy nem ilyen törvényt alkottak volna. Tehát önök ezt megakadályozták, képviselő úr, hosszú éveken keresztül, tehát én azt gondolom, hogy azt a lemezt, amit forradalmi hevületükben használtak, ezt már ki kéne cserélni. A másik, meggyőződésem, hogy ön képviselő úr ezt a tájékoztatót, amit ön maga is jelentésnek és egyszer még beszámolónak is titulált, nem olvasta el. Ön azt mondja, hogy a feszültség a közpénzügyek ellenőrzésének a hiánya.
Hát most önök közt óriási konfliktus lesz, mert én azt mondom, hogy talán ha elolvasná Domokos elnök úrnak az ide vonatkozó részét, aki azt mondja, hogy a feszültség az a világgazdasági válság, vagy a pénzügyi válság következmény, és egészében taglalja is. Én inkább azt mondanám, hogy én ebbe azt látom, hogy az elnök úr már elhatárolódik ettől a felelőtlen fideszes politikától. A következő, bocsánat, akkor egy újabb két percesbe, a sokadszorra föltett hol a pénz kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Izgalmas két perces sor elé nézünk, ahogy látom a monitoromat. Kupcsok Lajos képviselő úr először, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Az ellenzéki hozzászólások közül néhányra röviden szeretnék reagálni. Azt hiszem, abban megegyezhetünk, hogy a 2010-es esztendő nem volt egységes és zöggenőmentes az ÁSZ részéről. A kormányváltásig az ÁSZ és rajta keresztül a közpénzek ellenőrzése mostoha gyereknek számított a magyar közéletben és közigazgatásban. Egyikkel sem bántak súlyának megfelelően. Sem vezetői, sem szervezeti oldalról nem tekinthető egységesnek ez a múlt esztendő. Az országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve az előző kormányzati ciklusban nem kapta meg a szükséges támogatást, így a gazdasági alkotmányosság garanciája egyértelműen sérült, ezt is ki kell mondani. Ilyen körülmények között igyekezett az ÁSZ tavaly eleget tenni azoknak a céloknak, amelyek között nem kevesebb szerepelt, mint közpénz megtakarítás, takarékosság, fenntarthatóság, prevenció vagy éppen a jó gyakorlat elterjesztése. A 2010. évi lépésváltás jeleként értékelhetjük azt, hogy a 46 jelentésből 40 a második fél évben már elnöki alelnöki aláírással készült. Az ÁSZ törekedett arra, hogy jobban megismertesse működését és működését közelebb hozza az emberekhez, ez különösen fontos a tapasztalatok megismertetése tekintetében. A kommunikáció vonatkozásában én úgy értékelem, hogy egyértelmű előrelépés történt, hiszen elhangzott, és azért emellett nem menjünk el szó nélkül. Az elektronikus médiában közel 200 ezeren kattintottak rá, érdeklődtek az ÁSZ különböző anyagai, illetve a hírportálja iránt. Az emberi erőforrások oldaláról egy generációváltás zajlik, a fiatalokat az utánpótlás tervszerűen képezik. A jelentős átalakulás mértékét leginkább úgy tudjuk megítélni, hogy 2005 és 2010 között megnézzük az ÁSZ állományi létszámát. Minden eddiginél kevesebben dolgoznak az ÁSZ-nál ezt az időszakot, ezt a periódust vizsgálva, úgy, hogy a több diplomásoknak a száma szinten maradt, és a nyelvvizsgával rendelkezőknek a száma pedig egyértelműen növekedett. Én annak is örülök, hogy és a hatékonyságot növelőnek tartom a vezetői információs hálózat megújítását. És ne menjünk el szó nélkül az országgyűlés szakbizottságainak segítése mellett is, mint egy 100 alkalommal sor került rá. Köszönöm szépen. Babák Mihály képviselő úr, ugyancsak két perces hozzászólás, Fidesz. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, Göndör képviselőtársam folytatja azt a retorikát, azt a meseáradot, amit szokott és megszoktunk. A szocialistáknak az a trükkje, hosszú évtizedek óta, hogy mindig másra mutogatnak a saját hibájukat, mindig azt meg te követted el. Szóval tessenek már észrevenni. Szóval kormányoztak 8 éven keresztül, és nem ismerik el a saját felelősségüket. Ennyire tisztességtelenek. És van képük még ilyenkor szólni is. Mégiscsak borzasztó dolog. Szóval a saját hibájukat, a saját kormányzati felelősségüket nem tudják elismerni. Legalább azt mondják, hölgyek, urak, eltoltuk, rosszul csináltuk, felelősek vagyunk értek, köszönjük szépen, de ez az igazság. A feszültséget illetően, a pénzügyi feszültséget illetően. Kedves Göndör képviselő úr, a pénzügyi feszültségnek két forrása alapvetően. Egy, a külgazdasági, a világban zajló trendek, és a belsők. Hölgyek, urak, a világon még nem volt pénzügyi válság, amikor Magyarországon az önök regnálás alatt már pénzügyi válság volt. Nekünk megvan a saját bajunk, amit maguk gerjesztettek. Hát elszapott a hiány, megduplázódott, hölgyek, urak, az államadóssága. A legnagyobb ellenség tényleg az államadóság. Szétszórták a pénzt, mindenhol folyt. Milyen tisztelt hölgyeim is, uraim. Önök mondták szocialisták magukról, miniszterelnökük, hogy a kormányzás látszatát tették csak. Tettek-vettek, könyvelési trükkök százai. Tetszik emlékezni, ezt mondta a miniszterelnök. Én elhittem neki, ő mondta, az önök kormányfője. Most akkor miről tetszik beszélni? Szóval nekünk megvolt a saját belső pénzügyi válságunk, az önök által gerjesztett nem kormányzás és a problémák nem kezelése, sőt, mi több a mutyik, mert beszélhetnék különben a semmittevés következményében előálló mindenféle korrupciós ügyekről is. BKV-ról, MÁV-ról, sok egyéb másról, de hagyom most ezt a kérdést, mert nem ez van napirenden. De szeretném tisztázni azt, hogy a Magyarországnak a jellegű pénzügyi állapotának két okozója van,
Elsősorban sajátunk, és elsősorban is összerak sajátunk, utána csak a világgazdaság. Éppen nincs vita köztünk. Göndör István köszönöm. Képviselő, ugyancsak 2 perces hozzászólás. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Örülök, hogy Babák képviselő úr szólt, mert így legalább azt tudom mondani, hogy ezek szerint jól értettem, ami írva van a jelentésbe, és jól értettem én azt is, amit ő mondott. Tisztelt képviselő úr, igen, a külső, a belső. Még egyszer azt mondom, ha elolvasta volna Domokos elnök úrnak az elnöki előszavát, abban le van írva, szó szerint most már kénytelen vagyok idézni, mert ön úgy látszik, hogy lehet, hogy diszlexiás és nem olvas. A nagy közösségi ellátó rendszerek működése, egészségügy, szociális, nyugdíjrendszer. Képviselő úr, amikor minket felelőssé tesz, én csak ezt kértem, hogy azt tessenek önök is megvizsgálni, mikor nekünk szemrehányást tesz, hogy hogyan tetszettek mondjuk egy szociális népszavazással megakadályozni az egészségügyi rendszer átalakítását. De nem akarok tovább menni ezen az úton, mert azt gondolom, hogy ez a nap ma nem erről szól. De tovább szeretnék menni. Azt mondja, hogy a közpénzekkel elszámolni, és itt Kupcsok képviselő úrnak is ajánlanám szíves figyelmébe, talán, ha nem többet, csak a 2009. évi beszámolóval kapcsolatos parlamenti vitát, ha megnézi, érdekes módon ott ehhez hasonló politikai felhangok szóba sem jöttek az akkori ellenzék részéről. Tehát én azt gondolom, és engedje meg nekem, Nyikos képviselő már mondta, ön is itt volt 98-ban. Szóval a Fidesz kormány tette meg 98 és 2002 között, amikor a költségvetési pénzt a ma utódszervezet nemzeti vagyonkezelőn keresztül kivitte az államháztartási körön kívülre, és az akkor hatályos ÁSZ törvény szerint a számvevőszéknek nem volt joga ennek utána menni. A szocialista kormány tette meg, hogy módosította a törvényt, azt, amit ma is megtehet, hogy a közpénzek után mehet, ha kell, akkor a vállalkozói szférába, vagy ha kell, még a magánszférába is. Köszönöm szépen, elnök úr! Herman István Ervin képviselő úr következik, Fidesz, ugyancsak 2 perces. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, Göndör István képviselőtársam stílusszegény megjegyzésére szeretnék reagálni. Úgy látszik, képviselőtársam figyelmen kívül hagyja azt az apró tényt, hogy amikor a Fidesz ellenzékben vonult, nem fűződött érdeke ahhoz, hogy ne egy erős ÁSZ működjön. Most utólag visszamutogatnak azzal, hogy a Fidesz volt az, aki megakadályozta az elnöki és alelnöki tisztségek kinevezését. Az ellenzéknek sosem fűződik ahhoz érdeke, mint ahogy önök sem fűződik most ahhoz érdekük, hogy egy gyenge ÁSZ működjön. Én úgy gondolom, hogy ez a szarkasztikus megjegyzése ízléstelen volt, és nem e ház falaikhoz méltó. Köszönöm szépen. Meghallgatjuk a választ is. Göndör István 2 perces. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Herman képviselő úr, akkor én ajánlanám az ön figyelmébe. A ma még hatályos törvények szerint állami számvevőszék elnököt és alelnököt csak paritásos bizottságban lehet jelölni úgy, hogy ott többségi támogatást kell szerezni. Annélkül nem lehet senkit előterjeszteni a ház falai között. Ugyan Vágó Gábor megdorgált bennünket, de akkor most muszáj idehoznom. Az a törvény, amit önök beterjesztettek Rogán Antallal, és nagy valószínűséggel el is fogadnak, nem paritásos bizottság, egyszerű, tehát tipikus a pártkatonák általi kinevezésnek a zöld pályáját, az útját teremti meg az a törvény, amit önök támogatnak, ami mellett ön most érvel. Hiszem, hogy ön nem foglalkozott a törvénynek azzal a részével, vagy azt nem nézte meg, hogy most mi van hatályban. Köszönöm szépen, elnök úr, majd egy újabb 2 percesbe, ahol a pénzre még mindig tartozom Babák képviselő úrnak. Ebben biztos voltam. Sokan egy ellen, Kupcsok Lajos, Fidesz, gondolom, hogy felkészül Göndör István. Köszönöm, nagyon rövid leszek.
az ÁSZ előző kormányzati ciklusban történt alul pozícionálásához szeretnék egy olyan adalékkal hozzájárulni, ami megtalálható a 33. oldalon a tájékoztatóban, vagy ha MSZP-s képviselőtársaimnak jobban tetszik, beszámolóban. Tehát sérült az ellenőrzések hatékonysága, és az ÁSZ legyengítették vezetői oldalról. A lakosság ezt egyértelműen érzékelte, hogy kifolynak a közpénzek az ország kasszájából. Ha a 33. oldalra lapozunk, akkor egy nagyon érdekes táblázatot találhatunk, ugyanis a közérdekű bejelentések és a hivatalos szervek megkereséseinek a száma 1990 és 2010 közötti idősíkon egyértelműen emelkedő tendenciát mutat, és ennek a csúcspontja 2010-ben volt. Azt mondja az anyag, hogy kiugróan magas volt a helyi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával, vagyonkezelésével kapcsolatos panaszokat, kifogásokat megfogalmazó levelek száma. A tendenciát erősíthette, hogy hiányzott a helyi önkormányzatok működésének közigazgatási hivatalok általi törvényességi ellenőrzése. Az önkormányzati választásokat követően számottevően megnőtt az új képviselőtestületek polgármesterek által szorgalmazott a korábbi választási ciklusra vonatkozó ellenőrzések száma. És a 33. oldalon van még egy táblázat, ami egy kördiagramban tulajdonképpen bemutatja a 2010-ben bejelentést, megkeresést küldők személyi összetétel, és itt a magánszemélyeknek a száma az 50%-ot majdnem eléri. Tehát a lakosság pontosan tudta, ezért is szavazott úgy egyébként 2010-ben, ahogy, hogy hova és hogyan mennek a közpénzek. Köszönöm szépen. Ismét Göndör István képviselő úr, 2 perces MSZP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Erre majd külön visszatérnék, mert ez is egy kétharmados törvény, amiről most Kupcsak képviselő úr beszél, hogy az önkormányzati ellenőrzés nem valósulhatott meg. Ebben is megakadályozott bennünket a Fidesz 8 éven keresztül. Voltak előterjesztések, számosak. De hol a pénz, amit Babák képviselő úr előszeretettel használ, amikor el akarja terelni a figyelmet valami nagyon fontos dologról? Tisztelt képviselő úr! Ez a pénz, a közpénznek jelentős része az a közszolgák bérében, pedagógusok és egészségügyi dolgozók, és nem folytatom a sort, a nyugdíjasoknál a 13. havi nyugdíjjal, a különböző jogszabályok által biztosított kedvezményekben. Most már mondhatom, mert tegnap végre kimondta Cséfalvai államtitkár úr, hogy a magánnyugdíj pénztárban évi 1,5%-nyi forrás került, tessék ezt visszaszámolni 1997-ig, és talán a gyöngyszemet mondanám, amit tegnap végre megint csak a kormány képviselője kimondott, hogy a fölvett IMF hitel, amit jelképesen az MNB páncélszekrényébe őriztek, amiből önök a MOL részvényeket tetszettek venni. Tisztelt képviselőtársaim, nekem az a bajom, hogy a közpénzekkel való elszámolás, és itt megint szóba jön a törvény, mi országgyűlési képviselők nem adhatunk föl megrendelést az állami számvevőszéknek, hogy valamilyen kérdést majd vizsgálhasson meg, pedig már lent... Önök ezt jól elrontották, de különben is, hölgyek urak. Hát mindenki emlékszik arra, hogy mindent visszavettek. Hát erre mondtuk, hogy egy kézzel adtak, és kettővel visszavettek. Hölgyek urak, hol van itt az emberek zsebében jövedelem, 13. sok egyik más, mindent visszavettek Gyurcsány úrra. Nem emlékszik rá? Göndör úr, nekem mondta, hogy amnéziám van, szerintem önnek kell valószínű valami másolóbb metóduson fordulni kell, hogy ne felejtse, különben különösen a bűneiket. Én nem hiszem, hogy különben kínos önnek ezt hallania, hogy visszavettek mindent, és a lámadóság nem keletkezhetett különben a jóléti intézkedésekből, mert az emberek nem ették meg ezt a lámadóságot. Önök elpótyavetjérték, sőt, mint eltékozolták, jó, hogy tudja. Egyébként arról, hogy a Nemzeti Bankban van az IMF hitelben, senki sem tagadja le, hisz van, hát ebből fogjuk majd megvenni, nem vettük meg, hanem megveszik azt a MOL kötvényt, amelyeknek jelentős részét korábban meg eladták Angliába árnaul. Magyarázzon, minél adták el az államkötvényt. Úgy gondolom, térjük vissza a napjelenthez. Köszönöm, elnök úr, ezt javaslom. Magam is visszatérnek hozzá. Fantasztikus javaslat, én magam is szerettem volna ezzel a figyelmeztetve serélni. A számból vettek ki a szót, viszont zseniális, hogy ezt mind a 2 perc utolsó 3 másodpercig vezetve meg. Hát ezt szeretném én is kérni, hogy az ÁSZ 2010. évi tevékenységéről szóló jelentés kapcsán beszélgessünk tovább. Göndör István 2 perces.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tényleg én is tudjak, mint babák, hogy hiszem, mosolyok én is. A jegyzeteimben megyek végig, ezek szerint tényleg jól hallottam, amiket mondott. Államadóság. A képviselő úr, nem megyek bele abba, hogy ön mondta, hogy voltak külső feltételek, és a pénz a fejlesztésekről már nem beszéltem. Nekem egyetlen egy kérdésem van, és megint Vágó Gábort kell megkövetnem. Ha ennyire fontos az önök számára az államadóság, miért került ki az új törvényből az, hogy az állami számvevőszék ellenjegyzi a költségvetés hitelfelvételeit? Köszönöm szépen. Kihasználva a pillanatnyi két perces tünetet, Balázs József képviselőnek adom meg az előre bejelentett felszóló listájában a sort. Jobbik. Bocsánat, Fidesz, elnézést. Bocsánat, csak már. Én már tovább mentem egyet közben, elnézést kérek képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Állami számvevőszék elnök úr, kedves képviselőtársaim, örülök neki, hogy a vita visszatér a medrébe, hiszen előttünk fekszik az állami számvevőszék 2017 évi jelentéséről munkáiról szóló beszámoló jelentés, amely több fajta felvetéssel hangzott a vastag, milyen tartalommal bír. Én azt gondolom, hogy minden olyan információval, amelyet parlamenti képviselőnek tudnunk kell, hogy egy nagyon jó anyagot, szakmailag jó előkészítést, jó összefogott, és egy színvonalas munkának a végeredményeképpen elkészült színvonalas munkát tartozunk a kezünkben. Azt mondom, hogy a színvonalas munka között azért többször elhangzott a vitában, világosan látnunk kell, hogy az állami számvevőszék nem egy normális körülmények között végezte a 2015 évi munkáját, hiszen ha egy szervezetnek nincs elnöke és helyettesítési jogkörrel levő alelnöke is, azért nem nevezném teljesen normálisnak azt a munka körülményeket. Azt gondolom, hogy mindez 2010 nyarán rendezült, és azt gondolom, hogy a komoly és mérleható változások indultak el. Én azt hiszem, hogy ha már a állami számvevőszék a munkájáról és annak a hasznosulásáról beszélünk a 2015 évi tapasztalatokból, engedjék meg, hogy néhány témakört kiemeljek. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a különböző